Ó, a szomszéd rózsája mindig sokkal szebb. Hát tudják meg, hogy azért van, mert a szomszédjuk egy kegyetlen szárlemetsző Jack. Ugyanis a szép rózsa egyik legfontosabb titka az, hogy kegyetlenül vissza kell vágni. Megmondom őszintén, hogy én is nagyon nehezen szánom el magam arra, hogy ezt a szép egészséges rózsát most visszavágjam, de akkor lesz igazán sok szép rajta a virág, hogyha ilyenkor még tavasszal a rügy pattanás előtt csúnyán visszavágjuk. Megmutatom mennyire, meg mivel. Talán nem mondok újdonságot azzal, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és bizony nagyon tud szúrni, úgyhogy én ezt a hosszú metszőolót szoktam használni, és ezzel szépen be lehet nyúlni egészen mélyre. Tehát mennyire kell visszavágni a rózsát? Hát nyugodtan, általában, ha megmarad egy-egy száron, mondjuk három nódusz, ugye elágazás, egy, kettő, három, bőven jó. Ouch! Nem azért ouch, mert megszúrt, hanem azért, mert hogy hát az embernek fáj a szíve ekkor ágakat levágni, de hát muszáj. És akkor mi a helyzet az első öt levelű ágacskáig való visszavágás teóriával, kérdezhetik joggal? Az is van, de az akkor érvényes, amikor már virágzásban van a rózsa, tehát mikor virágzik és levirágzott, akkor a virág fejet addig kell visszavágni, amíg az első olyan ágazás van, ahol öt levél van. De ilyenkor tavasszal, hogy igazi nagy virágzás és burjánzásra bírjuk a rózsát, ilyenkor kell ilyen brutál módon visszavágni. Higgyék el, hogy meg fogja hálálni. Ilyenkor persze azért arra is ügyeljünk, hogy milyen a formája a rózsának. Ugye egy viszonylag egységes kehely formát akarunk itt képezni ennél a szára oltott rózsánál, tehát az a cél, hogy minden egyes ág egyenletesen kifelé mutasson kehely formában, hogy a napfény egyenletesen át tudja járni az egészet. Tehát olyan ágakat nyugodtan kigyepálhatunk, amik keresztben nőnek egyik a másikon. Például itt is van egy. Ezt lehet, hogy tőből ki is kapom. Arrivederci! Elismerem, hogy most nem nyújt túlságosan szívderítő látványt ez a rózsabokor, és hát biztos vagyok benne, hogyha kedves férfi társaim ezt önök otthon elvégzik, mert ez egy férfi feladat, egy férfi keménysége kell hozzá, akkor lehet, hogy a párjuk kicsit haragudni is fog önökre, de majd amikor virágokkal teli bokorrá serdül ez a rózsa, akkor majd megbocsájt önöknek. Addig meg majd csak kibírják valahogy, vagy nyugodtan fogják rám. Fogják, megvenem én márkra. Ennyi.